Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél zsetont vásárolni, válaszd a fifacoin.com weboldalát, és használd az Eflehel kuponkódot 5% kedvezményért. Sziasztok srácok! Itt is lennék egy újabb videó, és a mai videóban egy food draftot fogtok tőlem látni, méghozzá bent, illetve kinti focis challenge-ekkel tarkítva. Összesen 4 darab challenge-et vettem fel. Tudom, volt már ilyen videó az interneten, méghozzá YouTube-on Chris MD és Miniminter csinált egy hasonlót, de én úgy gondoltam, hogy nem fogok 11 vagy illetve 10 focis challenge-et itt megcsinálni videón belül, hanem csak 4-et, hogy ne legyen olyan nagyon-nagyon hosszú, és hát a FIFA-nak is legyen lényege. Úgyhogy a mai videóban összesen 4 darab challenge lesz. A lényeg egyébként az, hogy ha első alkalommal betalálok, akkor mind az 5 játékos közül választhatok, ha másodjára, akkor az első 4, és így tovább. Összesen ugyebár 4 lesz, és 4 fele lesz osztva a pálya, a csatársor, középpályasor, védősor és a kapus poszt. A csapatkapitány természetesen kiválasztom, mint ahogy a felállást is. Nézzük meg, hogy mit választhatunk ezek közül, akkor szerintem ezt a 4-3-2-1-et fogom választani. Hú, hát ezek közül szerintem egyértelmű, hogy Ronaldóra fog esni a választás, és akkor nézzünk mondjuk egy right winget. Ide jött az első challenge. De azelőtt megnézzük a játékosokat, ezek közül választhatunk. Jaj, de jó lenne, hogyha valamelyiket, nem is tudom, egyik se lenne a legjobb, mondjuk Bernardo Silva a chemistry miatt jó lenne, de ott van egy Messi például, az egy tökéletes választás lenne nekünk. Na de nézzük az első challenge-et. Na srácok, abba a kapuba kell berúgni, innen, azt a kis labdát ott. Egy meg is van. Az első challenge-ben ugyebár már egyből betaláltam a kapuba, úgyhogy nem volt egyébként annyira könnyű, mint amennyire így tűnik videón keresztül. Nagyon-nagyon göröngyös volt a gyep, illetve hát a kapu sem volt túl közel, de azért hát azt a pici labdát sikerült berúgni a hálóba. Ezért én szerintem Messit fogom választani, de jó lenne, hogyha még ugyanabban a ligában lennének. Nézzünk akkor egy left winget, jó lenne egy icon. Az a baj, hogy ott egy Neymar. Kapunk később egy... Nem tudom, mindegy, legyen Neymar. És akkor a középpálya közepére jöhet a következő challenge. De amielőtt kijönnek itt a játékosok, atyaig, nagyon jó, De Jong, De Jongot szerintem ki fogjuk majd választani, vagy ott egy Pjanic is, hát nem tudom, kicsit ilyen összevisszaság van, de mindegy. A lényeg az, hogy a következő challenge-ben a kukába kell berúgni a labdát, és nézzük meg, hogy hogy sikerül. Második próbálkozásra sikerült berúgnom, ami azt jelenti, hogy az első 4 játékos közül választhatok. Canales-t ugyebár nem, de az összes többit igen, úgyhogy ezek közül én azt mondom, hogy legyen De Jong, mivel ő Messivel tökéletes párost alkot. Jaj. Mik ezek őszintén, most komolyan? Nézzük Neymar mögé, milyen középpályást kapunk. Kapunk egy Sanzont. Nézzük akkor a jobb hátvédünket, aki lesz egy cápa. Na de nézzük akkor a közép hátvéd posztra. Egy következő challenge, ami hát egyébként annyi, hogy az itteni szobámba kapura rúgtam, egy kis mini kapura, és akkor hát nézzük meg, hogy hogyan is sikerült. Minél hamarabb berúgjuk a labdát, annál több játékos közül választhatunk, és az a cél tényleg, hogy nagyon-nagyon gyorsan és nagyon-nagyon jó játékosokat kapjunk. Nem tudom, hogy fog menni ez, de nézzük meg. Hát
az elsőre nem jött össze. Nézzük meg a második próbálkozást. Jó? És bemegy másodjára! Ez hihetetlen, srácok, esküszöm, nem hiszem el. És bármennyire hihetetlen, másodjára sikerült betalálni ebbe a pici kapuba, szóval azt jelenti, hogy az első négy játékos közül választhatunk. Jó, Espinozát fogjuk kiválasztani. Nézzük akkor a másik középhátvédünket, aki nem lesz más, mint Van Dijk. Van Dijkot kell kiválasztanunk. Van Dijk. Ez nagyon nem lesz jó SBC, vagy SBC draft. Jordi Alba, vagy Robertson. Legyen Robertson. És akkor a kapus posztra ugyanez a challenge lesz, csak egy másik szobában. De nézzük meg, hogy mire mentünk. Na srácok, újabb akadálypálya, óriási vízhang van itt, de se baj. Na nézzük srácok. Hát ez nem ment be. Harmadik próbálkozás. Atya úristen, kapufát dugtam, nem? Srácok, amennyire egyszerűnek tűnt ez, hát annyira nem ment, úgyhogy itt köteles vagyok az első játékos kiválasztani. Hát ez van. Ugyebár egyik sem sikerült, úgyhogy kötelezően ki kell választanunk az elsőt. Hát Neto lett volna a legjobb választás ezek közül, de hát Navast kell, hogy válasszuk. Na most őszintén gondolkozzunk, hogy melyik ligából van a legtöbb játékos. Ha ránézünk a csapatra, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a spanyol liga, úgyhogy a spanyol ligás játékosokat fogjuk favorizálni a kispadon. Na és srácok, megvan a csapatunk, egy 188-as csapatot sikerült összerakni, Messivel, még Ronaldo is ott a kispadon, Griezmann és nagyon-nagyon sok jó játékos. Hát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire megyünk velük. Az biztos, hogy a védelemben nem lesz annyira könnyű dolgunk, mert hát Van Dijknak egyedül kell védekezzen. Hogyha nem fog annyira jól működni Klose, illetve Neymar, akkor van a kispadon is, akit be tudunk hozni, úgyhogy nézzük az első ellenfelünket. És itt van az ellenfelünknek a csapata, 98-as chemistry és 88-as ratingje van. Hát ott a picit a középpálya nála is döcög, illetve hát nála az döcög, nálunk a védelem döcög, de nem olyan rossz ez a csapat. Kíváncsi vagyok, hogy mire megyünk ellene. Fabinho, Hagi, az jó Neymarnak. Neymarnak az egy szép labda, és meg is tudja tartani a brazil. Messitől kapja vissza, és már menne előre, de nem jönnek össze a passzok, srácok. Klose pedig, na hát nem a legjobb, szerintem lassan Ronaldót fel is hozom. Kicsit olyan, hát nem is tudom, setes után futkorászik, és hát agilityből szerintem majdnem nullán van nála. Robertsonnak kell visszaigyekezzünk. És az egy nagyon jó lehetőség, átmegy ott még azt a mindenségét, nem igaz, hogy egy ilyen góllal kell az ellenfelünk vezessen. Komolyan mondom, srácok, ez hihetetlen. És Fabinho-nak nagyon szép labdaszerzését láthattuk éppen. És újra megkaparintja a labdát. Jó, Ronaldónak az egy jó labda, Messi lefordul. Hát nem igaz, hogy ez a testégen mindent megfog neki. Komolyan mondom, ez valami mákos tésztát evett ebédre. Jó, ott a lehetőség, kapufa megint. Hát ez a fene egyik kapufát, komolyan. Aja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 j
cég. Mi ez a játék? Édes Istenem! Hát ez valami nevetséges. Ezt azért nézzük meg még egyszer. Kapufa rápattan és olyan úgy pattan le a kapusunkról, tehát rápattan a kapusunkra, úgy pattan le elé, mintha valaki gólpaszt adna. 3-0. Ez így jó, egyébként még mindig nem rúgott annyiszor kapura, mint én, de
legalább 3-0-ra vezet. Best of the best. Ez is gól. Hát ez nem igaz, komolyan mondom, srácok, ez nevetséges. Ez már nevetséges kategóriába tartozik, tehát ekkora skriptes játékot, mint ez... Pff, azt a mindenségit neki. Srácok, ezt most... Hát srácok, ez 5-0-ás vereséggel zárult ez a draft, amire őszintén megmondom, nem találok szavakat. Annyi kapufánk volt, hogy nem tudom megszámolni. De nézzük meg azért a lövéseket, mert arra nagyon kíváncsi vagyok. Igen, 15 kapura lövésünk volt, 9 pontos lövéssel 0 gól. Az ellenfélnek volt 9 lövése, 8 eltalálta kaput, és abból összesen csak 3 nem ment be, az összes többi mind bement. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot. És hogyha szeretnétek még ilyen hasonlókat, akkor írjátok le kommentbe. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!